Egy szlovák páncélozott harci jármű szágult át a hadszíntére, miután a területet már biztosította a légvédelem. Véget ért a több nemzeti légvédelmi rakétaharcászati gyakorlat. Az elmúlt két hétben zajlott a Tobruk Liga színévre keresztelt gyakorlat hazánkban, melyre idén minden eddiginél több nemzet csatlakozott. A cél az volt, hogy megmutassák a különböző nemzetek légvédelmi rakétarendszerei, hogyan tudnak együttműködni, illetve egy-egy ilyen gyakorlaton a különböző nemzetek megismerhetik egymás fegyverrendszereit közelebbről is. Ma van a gyakorlatnak a DVD napja. Nagyon fontos ez számunkra, hogy megmutassuk a résztvevőknek, a résztvevők vezetőinek, hogy miről is szólt ez a gyakorlat, hisz a nagy része, egy bizonyos része a föld alatt zajlik különböző vezetési pontokon, és amit be lehet mutatni belőle, ezt most bemutattuk. A gyakorlat célja egyébként az, hogy különböző nemzetek légvédelmi rakéta egységei hogyan tudnak együttműködni, tehát az interoperabilitás, hogyan tudjuk a fegyverrendszereket összeintegrálni, és hogyan tudunk dolgozni közös repülések alatt. Ugye itt a közös munka az jó pár napja megy, majd mennyire volt gördülékeny ez az együttműködés, hogyan értették meg egymást az egyes nemzetek? Hát az elején mindig nehéz szokott lenni, utána belejött mindenki. Ugye a közös vezérleti nyelv itt az angol, mindenki azt használta, akik idejönnek általában jól beszélik, és azokban az eljárásokban, ahol kell használni egyrészt a nyelvet, másrészt pedig azokat a elektronikai és egyéb berendezéseket, azokat tudják kezelni, hisz ez a közös nyelv. Az eszközök közül tudunk arról beszélni, hogy nagyjából miket láthattunk, milyen eszközök vonultak itt föl? Hát kis, közepes és légvédelmi rakétaeszközök és különböző hordozójárművek, vezetési pontok és radarok. Ez jelenti ezt az egész rendszert, ezt kellett összehangolnunk, hogy a radarok felderítik a légicélokat és a különböző vezetési pontok a különböző információkat feldolgozzák, ezt pedig amennyiben szükséges kiadják a rakéta indító állványok felé megsemmisítése. Körülbelül ez a technológia, amit ebbe a rendszerbe zajlik. 19 ország közel 1000 katonája vett részt a gyakorlaton, összesen 300 technikai eszközzel érkeztek a nemzetek. Kis és közepes légvédelmi eszközök, hordozójárművek és radarok egyaránt együtt kellett, hogy dolgozzanak. A két hétig tartó közös munka azonban több kihívást is állított a katonák elé. A harcászati feladatok mellett az elmúlt napok időjárásával is meg kellett küzdeniük a honvédeknek. A dinamikus bemutató keretében először is a különböző nemzeteknek, különböző nemzetek légvédelmi rakéta eszközeinek a harcászati települését láthattuk. Sajnos az időjárási körülmények nem tették lehetővé a valós repülések végrehajtását, így azt nem tudtuk bemutatni, hogy hogyan tékenyednék ezek a légitámadó eszközök ellen. Ugye rengeteg eszköz szerepelt a sajtóanyagban, és hogy itt bemutatásra került, körülbelül mi az, amit itt használtak a gyakorlat folyamán, milyen eszközök voltak itt jelen? Igen, hát az itt a statikus bemutatóra látható eszközök mindegyike használatra került. Ugye ami nem látszik a gyakorlatok során, az az információs adat és hangkapcsolat, amelyeket kiépítettünk. Ez talán az egyik, ahogy ezt hallhatták is a tájékoztató során, ez az egyik fő célja, kiképzési célja a gyakorlatsorozatnak. Azon kívül pedig a nemzetek különböző fegyverrendszereket hoztak. A magyar részről a Mistral és a Kuf fegyverrendszer, a román részről a Hawk fegyverrendszert hozták, a litvánok, illetve a lettek, ők RBS 70-es fegyverrendszerrel voltak, a holland haderő a NASAMS fegyverrendszerét hozta, illetve természetesen a csehek Kubbal, illetve RBS 70-nel, illetve a szlovákok Kubbal és Igla fegyverrendszerrel vettek részt ezen a gyakorlaton. Összességében mind mondható el a gyakorlatról, hogy hol sikerült ez a jó pár nap így együtt, illetve mik okozták a legnagyobb kihívásokat? Én úgy gondolom, hogy a gyakorlat kiemelkedően jól sikerült, ezt tükrözik a informális beszélgetések, és ezt tükrözik az a gyakorlat utáni azonnali riport, azonnali jelentés is. A kihívásokról akkor még egy-két szóban, tehát hogy mi okozta a legnagyobb kihívás gyakorlatilag a gyakorlat folyamán? Igen, a kihívás az két részről ért minket, egyik a gyakorlatnak a forgatókönyve részéről, ahol a forgatókönyvírók számtalan légi, illetve egyéb tevékenységet terveztek számunkra, ahol megfelelően harcászati módon kellett reagálni, illetve hát kihívás jelentett az idő. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években nem lehetett tapasztalni ezt az időjárást, és ezzel is meg kell birkoznunk a katonáinknak, illetve a fegyverrendszernek is. A gyakorlat végeztével az elmúlt időszakot kiemelkedően eredményesnek értékelték annak résztvevői. Magyarország NATO csatlakozása óta eltelt időszakának legnagyobb szabású légvédelmi gyakorlata volt az idei, mely egyszerre három helyszínen, Veszprémben,
Pápán és Hajmáskéren zajlott.